Minden év elején a hulladékgazdálkodási KFT ügyfelei részére hulladékszállítási naptárt küld, hogy melyik szelektív gyűjtőedényt mikor kell kihelyezni az ingatlan elé, hogy a szolgáltató elszállíthassa. Bár a naptár pontosan jelöli a dátumokat és a gyűjtők színét, típusát, mégis sokan elfelejtik, vagy más időpont van, vagy éppen rossz hulladéktárolót tesznek ki házuk elé. A térségi hulladékgazdálkodási KFT azonban hamarosan véget vet a bizonytalanságoknak. Petró Árpád, a KFT ügyvezetője kiemelte, egy új, országosan is egyedülálló fejlesztéssel szeretnék megoldani a problémát. Úgy gondoltuk, hogy az ingatlan tulajdonosok részére egy a modern kor vívmányát kihasználva adunk majd tájékoztatást a hulladékszállítás rendjéről. Ez pedig az okostelefon, ami most már úgy gondolom, hogy minden ingatlanon megtalálható, és az applikáció pontosan ennek az okostelefonnak a naptár funkcióját kihasználva fogja majd a hulladékszállítási naptárba történt eseményeket az ingatlan tulajdonos választása szerint tájékoztató formában, értesítés formájában jelezni. Pontosan arról van szó, hogy az előző nap kap egy értesítést az ingatlan tulajdonos, hogy a következő nap akár vegyes hulladékot, akár szelektív hulladékot, akár biohulladékot fogunk szállítani az ingatlanáról. Az applikáción keresztül nem csak értesítéseket kaphatunk a hulladékszállítás idejéről. A folyamatos fejlesztésnek és ötleteknek köszönhetően a hulladékszállítással kapcsolatos összes teendő elvégezhető lesz egy okostelefon segítségével. Az applikáció egyben egy elektronikus ügyfélszolgálati rendszert is tartalmaz magába, és aki letölti ezt az applikációt, ennek segítségével mindenféle olyan a szolgáltatással kapcsolatos észrevételt, problémát, vagy esetlegesen az ingatlan tulajdonos jogában történő változást bejelenthet számunkra. Nem kell befáradni az ügyfélszolgálatra, nem kell befáradni a közszolgáltatóhoz, hanem most már a telefonon keresztül az applikáció által felkínált űrlapok kitöltésével jelezheti felénk az esetleges gondjait, problémáit. Az applikáció már elkészült. Jelenleg a próbaüzemelés folyik. Ha minden a vártaknak megfelelően működik, tesztüzemben március 1-jével letölthető lesz az okostelefonokra.